külföldi állás lehetőségek közül válogathattak ma az egészségügyben dolgozók a Gellért Hotelben. A Careers in White nevű nemzetközi cég európai és közel-keleti állásokat elhelyezkedési és beilleszkedési lehetőségeket nyújt az érdeklődőknek. A magyar fizetésekhez képest akár 10-szeresét is kereshetik kint a fiatal orvosok. Már angolul zajlik némelyik állásinterjú az egészségügyben dolgozóknak szánt állásbörzén. Európai és közel-keleti állásajánlatokkal várták az ide látogatókat. Fogorvosokat, rezidenseket és szakorvosokat várnak több országban is. A szervező szerint évről évre több fiatal egészségügy is puhatolózik, milyen segítséget kaphatnak a munkaközvetítő cégektől. Ez általában nyelvvizsga, letelepedésben segítenek, meg az egész családot segítik kivinni. Ha van esetleg gyerek, akkor segítenek iskolákat találni, óvodákat, tehát egy ilyen komplett csomagokat árulnak. A nyelvtudás miatt a legtöbben az angol pultnál álltak sorba. A prospektusok szerint kint egy kezdőorvos számára az átlagos havi fizetés nagyjából bruttó 850 ezer forint. Van olyan is azonban, akit nem csak az anyagiak motiválnak. Akik kint voltak külföldön, azok máshogy jönnek haza, tehát hogy megtanulják egy másik országnak úgymond a szokásait, azokat a protokollokat, amiket ott alkalmaznak, például sebészetben olyan műtéteket tudnak elvégezni, amiket az anyaországban esetleg nem, és ez itthoni egészségügyet is képes lenne fejleszteni. Nem csak orvosan hallgatók érkeztek erre az állásbörzére, hanem olyanok is, akik már több éve dolgoznak az egészségügyben. Arcukat azért nem vállalják, mert munkahelyükön nem tudnak róla, hogy ide jöttek, és nagyon kínos lenne, ha ez kiderülne. Bár egész nap érdeklődtek a szakemberek a külföldi munka lehetőségek felől, Rétvári Bence szerint a rezidens támogatásnak és béremeléseknek köszönhetően folyamatosan csökken a kivándorlás. Nagyon sok intézkedést hozott a kormány, amelyek mind-mind az orvos elvándorlást igyekeznek csökkenteni, lassítani, és ezt sikeresen is teszi a kormányzat, hiszen most már fele annyi orvos kér külföldi munkavállaláshoz engedélyt, mint ezelőtt 5 évvel ahányan tették. A rezidens szakszervezet elnöke évek óta havonta 1-2 hetet tölt külföldön munkával. Dénes Tamás szerint, aki jelenleg is külföldön dolgozik, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában paradigmaváltásra lenne szükség. Ha vesszük az egészségben dolgozók átlagbérét, nem beleszámítva a túlmunkát természetesen, akkor a harmadik helyen kellene, hogy legyünk. A fizetések szempontjából is jelenleg, mondom, kb. Ha jól tudom, 10-11. Helyen vagyunk. Tehát nem nyugati béreket kérnek az egészségügyben dolgozók, hanem egy tisztességes megélhetést. Dénes Tamás szerint ma már inkább a rendszerrel van probléma. A túlterheltség, az eszközhiány, és mint mondta, az állandó frusztráció űzi el az orvosokat.